A szerbiai parlament elé kerül a három médiatörvényjavaslat. Az országban várhatóan minden állami tulajdonban lévő médiumot magánosítanak 2015. július 1-ig. Többek között ezt is magába foglalják a médiatörvény módosításai. A privatizáció során a megfelelő vevő hiányában a médiaházakat az alkalmazottaknak adják át térítésmentesen. Szigorú feltételeket fogalmaztak meg a lehetséges vevőkkel szemben. Nem privatizálják a szerbiai és a vajdasági rádió és televíziót, valamint a VMS képviselőinek közbenjárására a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsa is megtarthatják alapítói és társalapítói jogukat, áll a törvényjavaslatban. Az MNT társalapítója, illetve alapítója a Pannonár TV-nek és a Mozaik TV-nek, valamint a Magyar Szónak és a Hétnapnak is. Ovaj set medijskih zakona zapravo stvara okvir kojim naši građani treba da imaju daleko kvalitetnije informisanje. Ono što su, ja mislim, najbitnije stvari, to je da se država povlači iz vlasništva u medijima. Rok za privatizaciju je juli 2015. godine, posle čega će postati sufinansiranje onih programa koji predstavljaju javni interes. A törvényjavaslat értelmében megszűnik a normatív állami támogatás. A médiumok közbevételekből történő pénzelésének tilalma nem vonatkozik a köztársasági meg a tartományi szintű közszolgálati televíziókra és azokra a sajtóorgánumokra sem, amelyek alapítói jogait átvették a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai, áll a törvényjavaslatban. Iván Tászovac, művelődés és tájékoztatási miniszter korábban elmondta, amint hatályba lépnek az új törvények, megszűnik a köztársasági és a tartományi szintű közszolgálati média előfizetése, és az elkövetkező másfél évben 2016-ig állami költségvetésből pénzelik azokat. Od 1. január 2016 taksa postaje jedini način finansiranja javnog servisa. Ono što mislim da je isto tako bitno, da je ovim zakonom predviđeno da ta taksa ne može biti veća od 500 dinara, a tokom ovog perioda, znači stabilnog finansiranja i sa strane budžeta, znači će se utvrditi tačno kolika treba da bude ta taksa, zato što je kompletno evropska praksa pokazala da zaista suštinska nezavisnost javnih servisa se na najbolji način obezbeđuje onog trenutka kada građani sami putem taksi finansiraju svoje javne servise. Ezt eddig előfizetés formájában próbálták elérni. 2016-tól illetéket kell majd fizetni. Ennek törlesztésének kötelessége alól mentesülnek a fogyatékkal élő személyek, a szociális segélyt igénybevevők, a minimális jövedelemmel rendelkező nyugdíjasok, valamint a nagykövetségek és az olyan intézmények, mint az iskolák, a kórházak, a fogyatékkal élő személyek egyesületei, vagy a szociálisan veszélyeztetetteket elszállásoló intézmények.